Ez itt az Átlátszó Podcast, és a mai műsorunkban élelmiszerről, rászorultakról, kettő kapcsolatáról fogunk beszélni nagyban és kicsiben. Aki beszélgető partnerem lesz az egyfelől Segesvári Csaba, másfelől pedig Havasi Zoltán. Mindjárt mind a kettőjüknek elmondom majd a minőségét, a technikai munkatárs, pedig ezúttal is Szabó Krisztián. Megjelent egy cikkünk, amely azt a címet viselte, hogy szegényeknek vett uniós csomagban a 159 forintos tej 516 forintba került. Mindezt Csaba, te írtad, és az alapján írtad, hogy pereltünk egyet, mégpedig a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot, amelynek így ki kellett adnia azt, hogy milyen áron kerültek élelmiszer csomagba a különböző termékek. Jól mondom-e, illetve mondjál valami bővebbet erről a cikről. És még mielőtt megadnám a szót, mert ezt ugye nehezen fogom megtenni, elmondom, hogy a másik beszélgető partner pedig a Budapest Bike Mafiának az alapítója, és a tevékenységetekről majd fogsz beszélni. De nyilvánvalóan ennyiből már kiderült, hogy témába vág, még akkor is, hogyha a nagyságrendek mások. No, csapat, így a szó. Ugye a cikkünk az arról szó, hogy. 2017 végén, 2018 elején a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egy Európai Uniós támogatásra épülve egy közbeszerzést írt ki, aminek az a lényeg, hogy rászorulóknak élelmiszercsomagokat állítanak össze. <kül> Ennek a, ezeknek a csomagoknak a történetét mi 2020. november óta követjük. Először azt derítettük, hogy mi került pontosan a csomagokba, aztán meg azt próbáltuk megtudni, hogy egyébként egy közbeszerzéses keretszerződés részeként szereplő táblázat pontosan mit tartalmaz. Mert ugyanis ezek a történetek úgy indulnak, hogy kiírtak egy közbeszerzést, volt rá három jelentkező, ők egy összeállított csomagnak megmondták az árát, és utána elindultak ezeknek a csomagoknak a lehívásai ugye, amit először tudtunk. Na várjunk, a közbeszerzés tartalmazta a csomagok tartalmát? A közbeszerzés az általánosan fogalmazott, az egyik pontja az az volt, hogy a melléklet tartalmazza az, hogy minek kell benne lennie. Ők egymás közt tudták, hogy minek kell, tehát valamire árat kell adni, ez nem úgy megy, hogy besétálok, és akkor majd én elvállalom az egészet. Három cég adott ugye különböző árajánlatot, amiért mi pereltünk, az az a táblázat, amiben a cégek hét év végén, 2018 elején meghatározták, hogy egyes termékeket milyen áron tudnak biztosítani ebben a programban. Ez a közbeszerzés csupán a csomagok összeállítására vonatkozott, -e, vonatkozott vagy a feljuttatására is Ez szólt. Mindenre. Tehát ebben benne van a csomagolási költség, illetve benne van az, hogy eljutatják egyik helyről a másikra a csomagokat. Ki állítja azt össze, hogy ki minősül rászorulnak? Én olvastam egyébként a cikket, de hogy nem feltétlenül van így mindenki, tehát hogy milyen körben kell ezt a, az csomagot teríteni. Bassz. Nem, tehát nem emlékszem. Az, tehát ez egy három éves történet. Tehát ugye azt tudjuk, hogy a programnak mi volt a kiírása, illetve mi volt a megnevezése. Mert ugye a keretszerződés az még mindig él, és meg is el is érhető, élelmiszer, segély, biztosítás a szociálisan rászoruló, megváltozott munkaképességű, valamint rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek számára. Azért sokan vannak, mert amikor az első cikket megírtuk, akkor negyedmillió rászorulóval számoltak. Tehát ez egy elég széles társadalmi csoport, akikhez ezt a csomagot el kell juttatni. Mi volt a leg, szembetűnőbb a címben idézetteken túlmenően, amikor sikerült megtudni az egyes termékek árát. Ugye, hogyha nézzük a KSH-nak az árait, ő ugye gyűjti az élelmiszerek árát. Ez viszonylag egyszerűen kiolvasható, hogy 2.8-as UHD tej 2017 és 2021 között 245 és 268 forint között kapható ez a KSH által mért átlagár. Ebben nincsen benne senkinek az akciója, semmi. Tehát ezt, ahogyha bementünk annól a boltba, ennyire le tudtuk venni. Ugye az egyes ajánlatok például tartalmaztak nettó 720 forintos árat, ezt, hogyha kiszoroznám a 18%-os áfával, akkor szerintem ilyen 850-60 forint körül járnánk, tehát az ilyen óvatos becslésen négyszeres ár, de az ominózus 519 forintos ár is ebből származik, de nem csak tej. Tehát a tejet azért vettem ki, mert azt szinte mindenki használja. Tehát a tej az egy olyan alapvető élelmiszer, ami minden csoportban releváns. Tehát nem, nem, csak családosoknál, nem csak időseknél, nem csak fiataloknál, nem mindenkinél. Ugye egyébként nagyon sok termék van ebbe a listába, pontosan 60. De hát a többi ár is olyan, hogy így, tehát hogyha most azt mondanám valakinek, hogy szaladjon már be és vegyen egy liter olajat, és mondja meg, hogy mennyire rakták be ezt annó a listába, és azt mondanám neki, hogy adok étolajra mondjuk mennyit adjak Nettó 1050 forintot, akkor azt mondja, hogy oké, okay, mert hogy az olyan majd 1300 forint, most annyira lehet kapni étolajat. De hát 5 évvel ezelőtti történetről beszélünk. Tehát ha 5 évvel ezelőtt valaki 1000 forintért akar étolajat árulni, azt valószínűleg, hogy meglincselik. És egyébként nem csak én gondolom így, mert szegény KSH is így gondolja, mert 500 forint körül mozgott egy liter étolaj. Tehát az 500 és az 1300 között megint a szakadék van, hogy így csak kapkodja az ember a fejét. Abban reménykedtek, hogy ez a lista nem fog kikerülni? Hát ők nagyon szerették volna. Tehát azért az egyébi pereskedés az ezt mutatja. Tehát arra hivatkozni, hogy egyébként egy 100%-ban uniós forrásból finanszírozott pályázatban az, hogy mit, mennyiért kínálnak a cégek egy, egy csomaghoz, hogy az üzleti titok, redes úgy, hogy a, a, a pályázat már elindult, és a csomagokat osztogatják folyamatosan, tehát ez egy bíróság se értette ezt, tehát nem tudta hova tenni. Mennyi az összköltsége, mennyi a keretszerződés, amiről szól? Ez majd 10 milliárd forint. Na no, akkor ezen a ponton Havasi Zoltánhoz fordulok. Van-e arról bármiféle összesítésetek, hogy mondjuk éves szinten mekkora összeget tehet ki, amit ti szétoztatok? Ez az évről évre változik, és nem ez a lépték, tehát hogy azért nálunk a milliárdok nem, nem, nem repkednek mondanám az, hogy szerencsére, mert akkor az, az már, az, már, az már nálunk is nagyon sok lenne. Míg három évvel ezelőtt volt ez az, 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 az a Bike mafia olyan 20-30 millió forint egy évben, addig a, a, az elmúlt évben. Nyilván itt a háborús helyzet miatt is változott ez egy nagyot, és, és hát egyszerűen nőtt a szervezet, ez már olyan 100 milliósra tehető. Tehát, hogy ennél több viszont nincs, és mondom, nem, nem milliárdokról beszélünk alapvetően. No, hát akkor mesélj a Bike Mafiáról valamit. És azt is mondd el, kérlek, hogy hogyan jutott eszedbe, és mikor, és, és miért. Hát ez egy, a Bike Mafia az 11 és fél évvel ezelőtt jött létre, mondjuk így. Nekem, nekem korábban voltak gondolataim azzal a kapcsolatban, hogy több-több síkon ment a gondolkodás részemről. Egyrésztről volt a hajlítan emberek helyzete az utcán. Mit keresünk az utcán? Tehát, hogy mi történik ott? Beszélgettem a hajlítan emberekkel. Ez volt, ez volt, ami bemozgatott igazából olyan sztorikat, és tört, történeteket hallgattam meg tőlük, amik, amik, amikre azt mondtam, hogy ez nem végződhet az utcán, és azért rendszerint ott végződik. Semmit nem tudtam igazából a hajlítan ellátásról akkoriban. És, és amellett egyébként, hogy, hogy ők a történeteket elmesélték, a velük szemben lévő társadalmi apátia vagy, vagy megítélés engem, engem borzasztóan zavart. És közben egyébként a saját hasznosság érzése, én azt gondolom, 30 fölött minden csávónak egyébként ez jó esetben eszébe jut, hogy talán egy kicsit hasznosabb szeretnék lenni, végigbuliztom a fiatalságomat, stb. Nincsen még gyerek, akkor, akkor valami, valamivel, valami el kéne jutni az időt, ami hasznos. Egyébként tényleg nagyon sok ilyen ember van, hál' Istennek. Lényeg a lényeg, hogy, hogy ez egy ilyen egy akció sztori volt részünkről, tehát hogy hárman, hárman fogtunk magunkat és kimentünk az utcára, előtte megkentünk 150 darab szendvicset, éppen volt lóvénk arra, hogy, hogy kenőmájost vegyünk, meg nem tudom én szalámit, és megkértük az embereket, hogy figyelj, hozzatok be, amit akartok, mi ezt most ki osztani. A szenteste volt egyébként, tehát kicsit ilyen ö, 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 nem negédes a sztori, de, de erre, erre, készültünk. Lényeg a lényeg, hogy annyira jól sikerült ez az egész, hogy megismételtük, aztán megismételtük, aztán megint megismételtük, és a fejemben elkezdett egy olyan kép kialakulni, hogy ebből nem magából a bike mafiából lehet valami, hanem az a szellemiség, meg az, amit mi ott átéltünk, azt nekünk valahogy át kell adni az embereknek, és azt a változást, azt nekünk kell igazából előidézni, ami, amire, amire vágyunk. Ez pedig az, hogy, az, hogy kicsit közelebb egymáshoz, egymás felé fordulva segíteni a másikon, és ezt a, ezt a széthúzást, amit érzünk ember és ember között, ezt valamennyire enyhíteni. Ha nem is megoldani, de enyhíteni. Úgy szoktam fogalmazni igazából, hogy hogy azt mondtam, hogy én egy mosolygós társadalomban szeretnék élni. 11 fél év munka után azt gondolom, meg azt érzem, hogy mosolygós emberekkel vettem magam körül, ami gyakorlatilag szinte ugyanaz, mert a ez a mikrotársadalom Abszolút mértékben, viszont, viszont egy nagyon erős buborékot sikerült azért 11 év alatt a BBM-mel úgy megalkotni, vagy, vagy, vagy lefedni most már, hogy nagyon sok a szimpatizáns, aki azt mondja, hogy igen, változást szeretnék, de a változást azt úgy szeretném elérni, hogy én beleteszem magam, segítek másokon, és valamit, valamilyen formát, vagy valamit, valamit megfogok, és arrébb teszek ahhoz, hogy, hogy, hogy tényleg is Hányan vesznek részt a hálózatotokban? Tulajdonképpen Budapesten működik ugye a legnagyobb, különböző vidéki városokban is vagyunk, de hát Budapesten a mag, az, az nagyjából 70-80 ember. Aki az de... nem kevés. Az nem, nagyon nem kevés. tehát És hát meg annyi projekt, és projektgazda, és a többi. Tehát egy kicsit olyanok vagyunk már, sőt én azt szoktam mondani mostanában, hogy, hogy mi nem egy karitatív szervezet vagyunk, hanem egy tulajdonképpen társadalmi vagy szociális vállalkozás. Egyébként most is olyan, olyan ö, projektekben gondolkodunk, amik ö, fenntarthatóvá teszik a működésünket, és mellette egyébként olyan mintákat, modelleket tudnak adni, ami ami társadalmilag is, hogyha nagyon kitartók vagyunk és végigcsináljuk, társadalmilag is ö, ö, egész egyszerűen változtatni tud. és tehát modelleket, progresszív dolgokat tudunk behozni ebbe az egész. Majd mondok egy példát mindjárt. Na mondj egy példát. Oké, okay. oh. egyébként. Számtalan. Könnyű az embereket megnyerni, hogy csatlakozzanak hozzá? Ez kommunikáció kérdése, azt gondolom. Tehát, a, 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 hogyha. hogyha um... Az a 11 és fél év arra volt tényleg jó többek között egy csomó dologra, hogy, hogy önazonosak tudtunk maradni, és hogyha valaki valamilyen formában, vagy valaki önazonosak, nem viszik túlzásba, erre van egy remek jó írás egyébként, ezt majd egyszer, vagy hogyha elő tudom kukázni itt a telefonomnak, akkor azt majd elmondom nagyon szívesen, mert rettentő büszke vagyok, nem én írtam, hanem más írt a rólunk. Szóval, hogy ezzel, ezzel, ezzel lehet embereket megnyerni, és ezért, ezért, akarnak hozzánk tartozni. És mi mindig azt mondjuk egyébként, hogy, hogy te is tedd bele magad, gyere el, és hogyha egy darab bizét nem tudom én, csokit hozol el, és azt kiosztod velünk, részt veszel ebben az egészben, akkor, akkor te már tettél valamit, és ez vissza akar jönni, mert át akar élni. Még egyszer, még egyszer, és még egyszer, tehát helyet adunk az embereknek. Ez, ez, a konkrét példa? Nem, nem a konkrét nem. példa, egy kicsit messze, tehát nagyon-nagyon sok projektünk van, ami ugye az elmúlt 11 évben létrejött, kisebb, nagyobbak, és a legújabb modell, azt mondjuk, nyitunk egy helyet. Jelesül ez egy kávézó, kocsma, kávézó, mindegy, vendéglátóhely. A uh, és ehhez... Nem hm? a hetedikben. Nem a hetedikben lesz, hanem a kilencedik kerületben. Felül nem a hetedikben is lehet. És uh, a lényeg, a lényeg az, hogy, hogy van mellé csatolva egy olyan gondolat, aminek az a neve, most ugye a munkacímét mondom, hogy Gift Advisor. Ennek az egésznek az a lényege, én meg TripAdvisor-t mindenki ismeri, ezen a, ezen, a, ezen a hullámon ülünk gyakorlatilag ezen a névvel, majd kiderül, hogy ez lesz a végleges vagy nem. A lényeg a lényeg, hogy akkor, amikor fizetnek nálunk, akkor ö, egy monitorra ki lesz téve az, hogy annak az X százaléka, ez minimum 10 százalék nálunk legalábbis egy be bele egy adomány alapba. Ezt minden egyes esetben egyébként ott óránként frissítve látják az emberek, hogy ez mire, pontosan mire megy el, és ez mennyi az az összeg. És nem is ez a jó benne, hanem ez is jó, hanem az, hogy, hogy azt szeretnénk ebből az egészből hosszú távon kihozni, hogy a vállalkozások, nem kell, hogy vendéglátó legyen, bármilyen vállalkozás rakja bele ezt a lehetőséget a működésébe, ne az legyen, hogy évvégén majd megnézzük, hogy mi a büdzsé, mennyi volt a, a nyereség, stb. abból majd adományozunk, hanem alapjáratól legyen benne ez, mint a multiknál is egyébként. A KKV-ban ugyanúgy legyen meg ez a lehetőség, és ugye most dolgozzuk ki azt, hogy cserébe mi az, amit kapnak ezek a cégek. Reklám lehetőség, marketing, stb. 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 Azok, amiért, amiért megéri belépni ebbe az egész, mondjuk azt, hogy minősítő rendszerbe. Ebben látom igazából egyébként azt a, azt a fajta működést, ami, ami hitelessé tudja tenni a céget, t, t, transzparensé tudja tenni a céget, és mellette társadalomilag tényleg hozzá tud adni a működéshez. Na, ha már a hetedik kerülött, meg a kocsma szóba került, akkor behozom már csak azért is, mert ugye forgattunk két hónapja, kettő és fél a kisüzemről egy videót ott, és akkor az nem hangzott el, de akkor itt elmondom, nincsenek jelen akkor képviselve őket, hogy pont ahol én lakom, a Klauzált éren, ott minden vasárnap van egy akció, hanem egy heti betevő, ezt a kocsmák rakják össze, hogy hajléktalanoknak, rászorultaknak étel osszanak, és nem csupán az van, hogy ott főzik, egyébként a kis szállítják ki a térre, és több kocsma dobja ezt össze, hanem a a vendéglátóhelyek kidobói azok, akik ott fenntartják a rendet, és nagyon vicces az, hogy ez alatt a sok év alatt mennyire igazodtak az ott lévő rászorultakhoz, a szegényekhez, a, a, hogy milyen empátiával tudják kezelni ezt a helyzetet és mondom, ez is egy teljesen önerős, ötletből kifejlődő vállalkozás volt. Egyébként ti ilyen állami forrásokra pályáztok, vagy tudtak vele élni? Hát a normatívára szoktunk egyébként, de az, az éves szinten egy pár százer forint, tehát hogy ez, ez, igazából a működésünket nyilvánvalóan nem. Tehát mi a cégek felé nyitunk, tehát én ezt a leges óta így gondoltam, nem is az eleje óta, 14 óta, amióta hivatalosan is vagyunk már, tehát forna, mi az egyesületi formában hogy csak cégek és magánszemélyek azok, akiknek, akikkel mi igyekszünk együttműködni, illetve mellette, hogyha olyan pályázatok vannak, de nagyon-nagyon kevés pályázatra szoktunk alapvetően pályázni. Tehát, hogy nagyon ritka. Nekünk ebből a szempontból, ami, ami, amit, amit, jól tudunk csinálni, az nyilván a belső külső kommunikáció ezáltal egyébként az, hogy a cégeket is meg tudjuk győzni arról, hogy, hogy, hogy velünk közösen dolgozzanak, és meg annyi szolgáltatásunk van feléjük, ebből tudjuk fenntartani a bébémet. Milyen típusú cégek az első számú partnereitek, értve ez alatt, hogy milyen területen ténykednek, illetve az, hogy mekkorák? Az, hogy milyen terület, az teljesen behatárolhatatlan. Tehát ez általában multik egyébként, tehát a multi cégek, akik egyébként is a CSR tevékenységet keresik. És ugye megint meg az előbb is ezt mondtam, hogy a kommunikációnk erős éppen ezért tudnak felfigyelni ránk. Tehát, hogy ez egy olyan piac, mint bármi más, itt kommunikálni kell, eredményeket kell elérni, be kell tudni jól mutatni, stb. És onnantól itt is az egyén dönt, tehát nem, nem az van, hogy egy csapat összeül a a cégben, is azt mondja, hogy na átnyálazzuk az összes civil szervezet, ha a 60 ezer civil szervezet a listáját, és akkor amelyik szimpatikus, hanem ami, ami ott, a, ott a kis bent, bent van, hogy na, ők jók, nekik lehetne. <kül> és akkor meg, megszabják azt, hogy most ők gyerekeken akarnak segíteni, ők most hajléktalan embereken akarnak segíteni, vagy éppen állatokon, és amikor a hajléktalanság téma van, akkor, akkor azért viszonylag gyakran ezt bejutunk ezeknek, a, ezeknek az embereknek, nem feltétlenül a döntéshozóknak, hanem akik ott dolgoznak, és azt mondják, hogy igen, velünk szeretnének csapatépíteni például. Nagyon gyakori heti, most már kettő csapatépítésünk van cégeknek, ami. És olyan, mi történik a csapatépítésen? Érzékenyítő foglalkozás, beszélgetések vannak mellette, szendvicsken és vagy éppen közösen főzünk, és ezt közösen visszük el egyébként különböző helyekre. Tehát abban az esetben, hogyha, hogyha szendvicsen, akkor a szendvicseket elviszünk, mondjuk hajléktalan szállóra, melegedőre, oda, ahol egyébként nem jut kaja, és akkor már nagyjából témánál is vagyunk. És mellette pedig, mellette pedig a főzések olyanok, hogy 100-120 adag megfőzünk, és abban szintén nem jut mondjuk melegétel, vagy csak egyszeri melegétel, oda tudunk még vinni melegételeket. Kocsma, kvízünk van, kvízünk van, játékaink vannak, amiket, amik egy kicsit közelebb hozzák ahhoz az élethelyzethez. Azokat az embereket, akik, akik jó, tehát jó esetben nem, vagy rossz esetben nem is látják igazából ezt az egész dolgot, hogy a városban mi megy. Volt olyan cég, akik eljöttek hozzánk, és tehát nem azt mondom, hogy ismeretlen volt számukra a hajítalanság problémája, de egyáltalán nem találkoztak ezzel. 12-ben volt a munkahely, és a legtöbben Sojmárról, meg mondjuk nem tudom én a második kerületből jártok be kocsival dolgozni. Nem látták azt, hogy, hogy gyakorlatilag ez milyen problémát tud jelenteni, akár a 8. kerületben, a kilencedik, a 7. kerületben párhuzamos Egyébként a állami ellátórendszerrel ti találkoztok? Tehát mondod, hogy bejártok hajléktalan szállóra, tehát ott is, ott is beszélhetünk arról, hogy hiány van a hajléktalanok ellátásában? Uh, hát nem ez egy állami, állami, és fővárosi uh, uh, ugye, dolog ez. Uh, tudjuk azt, hogy, azt, hogy tehát két élő ez a dolog. Hogyha hajléktalan nézzük, uh, ott, ott, van RSTOP TOP kaja, melegétel. Uh, a minősége az egyébként nem rossz, tehát a szakemberek szerint legjobb, akik bent dolgoznak a szállókon, ők azt mondják, hogy az egyébként nem kifogásolható feltétlenül. Itt, itt, nekem más tézisem van például, én ezeket az embereket, akik ott bent élnek, azokat bevonnám valamibe, és most nagyon-nagyon úgy fog tűnni, mint a magam ellen beszélnék, meg, meg, meg lehet, hogy valakinek ki fogom most venni a biztosítékot, de ez a fajta ingyen étkeztetés, ez, ez kontraproduktívvá tud válni. Tehát, hogy ez gyakorlatilag, mint ahogy a, ha azt nézzük, hogy kis térségi segítség, és itt az ugye az RSTUP csomagokról volt szó, itt is, és a hajlítanállatásban is, ha én lennék a király, akkor azt csinálnám, hogy, hogy, hogy bevonnám ezeket az embereket, és valamilyen aktivitásra bírnám ahhoz, hogy, hogy, ezeket nem az, hogy kiérdemeljék, baromság, de az, hogy, hogy, persze legyen ez, de közben adjunk vissza valamit. Mi például a Bike Mafiával kerteket telepítünk hajléktalan szállók környezetébe, zöldítjük, kerteket ő telepítünk közösen a hajléktalan emberekkel, és ott a zöldséget megtermelik. Tehát ilyenekre gondolok például. Tehát ezt nagyban. És, és ez a kertépítés, a bocs, csavar, rövid lesz, hogy erre is kerestek szponzorokat, felajánlókat, és akkor gyakorlatilag összekötitek ezt a kettőt egymással. Tulajdonképpen igen, és mi, is, mi magunk is elmegyünk, és kapálunk, és csináljuk, stb. És amikor van egy-egy nagyobb, kisebb-nagyobb szponzor, nem kell ide óriásítani, egy kell, hanem, hanem, több, több kicsi, velük meg tudjuk közösen ezt csinálni. Hozzáteszem egyébként, most már van egy farmunk a 11. kerületben, ez 2500 négyzetméteren, gyönyörűen csináljuk az egészet. Itt állami gondozottakat, fiatalokat fogunk edukálni, és mellette egyébként családok is, ők is kapnak egy kis földet, és ott szépen majd dolgozhatnak a saját földjükön. Csak azon gondolkoztam, hogy hogy lehet kizökkenteni az embereket abból a fajta nihilből, ami körülveszi őket. Tehát ugye azt mondod, hogy nem jó szó az, hogy kiérdemelni, de mégis valami fajta aktivitásra bírni őket, hiszen akik egyébként már így a társadalom szélére szorultak, ők jellemzően nem aktívak, tehát ők túlélésért küzdenek, tehát ezt vissza lehet fordítani, tehát el lehet azt érni, hogy ő, hogy ő akarjon, hogy ő neki legyen olyan feladat, ami miatt minden nap meg tud fogalmazni egy olyan célt, amiért neki érdemes bármit is csinálni. Ez, hú, nagyon, nagyon, sok válasz volt a fejemben. Nagyon általánosan azt tudom mondani, a gondolatom, hogy ha, ha foglalkozunk valakivel, némi motivációt adunk, és figyelmet tudunk szállni az életünkből arra, hogy ő fontos, akkor meg fogja kapni azt a azt az élményt, amit egyébként ő keres. Azt biztosan állíthatom, hogy egyébként nyilván ezekben a leszakadottabb rétegekben élő emberek igazából jól prosperáló emberek nem lesznek. De mondok egy rettenetesen jó példát. Bogdán László, Cserdi, talán, talán ismerős ez a név. A kezdetekben, amikor ő, ő ott függetlenként talán indult és nyert, pár év alatt csinált egy olyan dolgot, ami, ami ugye arról szólt, hogy a, a bűnözési ráta 40 os volt a faluban, és csinált egy 80 os vagy 90 os foglalkoztatást az 500 fős faluban. Gyakorlatilag mindenki dolgozott. Én voltam lent nála, én véletlenül ismerkedtünk, nem véletlenül ismerkedtünk, meg itt Budapesten osztottunk egyszer adományt, és meghívott. Meetinget tartott lent. Kívül a traktorra, ki fogja ezt csinálni, ki fogja azt csinálni, és bemutatta egyenként az embereket, egészen elképesztően jó volt, és azt megcsinált a piciben, amiről lehetne beszélni nagyban. Tudta motiválni az embereit. Együtt csinálták egymás fürdőszobáját. Tehát, hogy áthívta a Józsit, meg a Pistit, és akkor na, most a Marikanénnek a fürdőszobáját csináljuk meg, mert addig nem volt fürdőszoba, onnantól még már volt fürdőszoba. Szóval, olyan, ez egy nagyon jó példa arra, hogy hogy hogyan lehet ezt igazából tényleg emberséggel is jól csinálni, úgy, hogy azok az emberek fontosnak érezzék magukat. Onnantól az biztos, hogy nem fognak egyébként kacsalában forgó palotát venni a pénzükből, meg ferrari -t, sőt, lehet, hogy még egy opel se. Porsét. de bocsánat, Porsét se, de hogy, de hogy egy közösség tagjai lesznek, és onnantól igazából, tehát hogy feljebb vannak emelve. Ez a legfontosabb. Egyébként, hogyha ez a 10 milliárd is másképp lenne elköltve. Én vissza akartam még erre térni, és majd el fogom mondani azt is, hogy mi volt az én motivációm, amikor ezt a beszélgetést így összehoztam, vagy kitaláltam. Mármint az, hogy te Csaba Zoltánnal beszéljetek. De térjünk egy kicsikét vissza most még a Bike Mafia működéshez, és kifejezetten az élelmiszerekhez, mert ha megkapargatjuk azon cégeket, amelyek mondjuk összeállítanak az állam számára e, ilyen csomagokat, vagy akár a közétköztetésben vesznek részt, akkor felhős homlokkal elkezdenek minőségbiztosításra hivatkozni. A ti tevékenységetekkel kapcsolatban bármi az elmúlt 11 évben, vagy 14 óta, amióta hivatalos formában vagytok felmerült -e ezzel kapcsolatban kifogás, és mit tesztek azért, hogy nem erüljön fel. Uh, nem, nem merült fel. Tehát én azt gondolom, hogy ez lehet, hogy egy ilyen, egy szerencseráta is, meg egy olyan ártalmatlan, de hasznos dolgot csinálunk alapvetően, hogy, hogy nincs miért minket mondjuk cseszegetni. Én legalábbis ezt gondolom. Van például ételmentésünk, ami, 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 jelenthet ilyen problémát, de ott például nagyon szigorúan megnézzük azt, hogy mi az, amit elviszünk. Péksütemények, tartós dolgok, stb. Tehát, hogy a leges-leges legelején, amikor... Tehát azon, akkor, azon, élelmiszerek, amelyeket az üzlet kidobna abban az esetben, hogyha ti nem vinnétek el. Az, szépen. üzlet, az üzlet, és itt kicsibe kell gondolkodnunk, tehát nem, nem, nem akkorában, mint az élelmiszerbank, aki ezt nagyon-nagyon nagyban csinálja. Mi a, mi a, sokkal kisebbek vagyunk, vagy kisebbek voltunk mindig is, akik, akik akár rend rendezvény után megmaradt mindenféle étel, te a sütemények, kutyafüle, minden dobnának ki egyébként, de azokat mi elvitt, elviszük, elvittük már korábban is. Tehát itt, itt érhetné szó a ház elejét, alapjáraton pedig mi, Megveszük ezeket, tehát amikor mi összeállítunk valamilyen csomagot, vagy összeállítottunk valamilyen csomagot, vagy valamilyen ételt, stb., azt mi mindig megvesszük. Nem tudom, mit el lehet mondani, hogy hol, de nyilván megnézzük azt, hogy hol a leggazdaságosabb megvásárolni, és akkor azt mondjuk, hogy nagyobb tételben megveszük, és akkor mondjuk elvisszük, nem tudom én, vidékre, vagy éppen elvisszük különböző szociális ellátóintézményekbe. intézményekbe. Végül, végül, végül kedvezményt is kapnak. A... Igen. Csak hogy a, minőséggel azért jutott eszembe, mert hogy a 90-es években valamelyik szigeten, mármint a valamelyik sziget Fesztiválon, a, a félsziget sziget rosszul lett egy kristnás ételosztás után. Ott voltam. <laughs> ott, tényleg ott voltam egyébként. Igen. Igen, na szóval én a, a, amikor eldöntöttük azt, hogy a, a cikkedből csinálunk podcastet, vagy ennek kapcsán, akkor az ugrott be nekem, hogy a mi fejünkben, egy modern társadalmakban, modern szolgáltató államokban élő emberként van egy olyan kép, hogy vannak állami feladatok, akkor azt valaki szépen kiírja, cégek pályáznak rá, és ellátják, valaki elmegy. Nyugállományba az állam kiszámolja, fizeti a nyugdíjat, és így tovább. Most vannak más milyen társadalmak, még olyanok is, ahol nincsen nyugdíj, ez most nem azért, mint egy követedő példaként próbálom előírni, hanem, hanem a gondoskodást ott is megoldják valahogy. És ez ezt a két modellt próbáltam érzékeltetni, hogy amikor mondjuk becsület, tisztelet és egyéb dolga, hogy valaki ad. És, és vannak emberek, akik ugye összekötik ott is. Egyházak, civil szervezetek, bármi más hogy adott esetben lehet, hogy ez gazdaságosabb és hatékonyabb, már csak azért is, mert a közvetlen részvétel miatt valami dinamizmust is tud adni a tevékenységnek. Mit tudunk mondani azon három cégről, amelyik ajánlatot adott be erre a keretszerződésre? Azt lehet tudni, hogy ők visszatérő versenyzők. <coughs> Tehát az, hogy van-e politikai kapcsolatuk, azt így konkrétan nem sikerült meghatározni, de ők akár a honvédségnél, akár más állami szernél, hogyha élelmiszer van szó, akkor ők fölbukkannak. Lehet, hogy ez véletlen, lehet, hogy pont így hozta a sors, hogy pont ők hárman mindig eszükbe jut, hogy induljanak, és pont olyan ajánlatot tudnak beadni, amivel nyernek. Ezt valószínűleg nem vagyok benne biztos, hogy nem derül ki. Tehát szerintem előbb-utóbb ezek kiderülnek. Én azt és, tudom, és hogy az, az összeállított csomagok azok többnyire a térség országgyűlési képviselőinek kezében kötnek ki, ha jól Minden, minden a egyes alkalommal a fideszes politikusok old, osztogatják úgy, hogy rajta van a matrica, hogy Magyarország kormányától a másik oldalon az, hogy az Európai Unió támogatásával, amiben megint csak azt mondom, hogy jó, ez mondjuk Nincs tökéletesen történt így történt a, a 2000-es évek, évek ez, elején ez is, Mindig, aki hatalmon van ezzel igen. visszaél. Nekem az a fájó, hogyha itt hogyha az egész uniós pénzek sorsát követjük, ami ilyen megfoghatatlan ezer milliárdok, tehát így azokról nem is érdemes beszélni. De van egy ilyen tízmilliárdos, ami tényleg arra van, hogy azokon segítsük, akik elesedtek. Tehát azok az emberek, akik kvázi nélkülöznek. Ugye nem olyan embereknek adnak élelmiszercsomagot, aki egyébként be tud menni a boltba, hanem aki mondjuk olyan térségbe él, hogy egy, nincs bolt a közelben, kettő, nem tud elmenni, mert mondjuk mozgásába olyan fogban korlátozott, és ő nem is beteg, csak egyszerűen nem tud mozogni, mert vannak ilyen térségek, ahol az embereknek az egészsége állapota az annyira leromlott, hogy ezt nem tudja megoldani. És hogyha tudnánk, tudjuk őket támogatni, és erre van egy pénzkeret, akkor ő, tehát persze hülyeség ezt mindig mondani, de annyi minden másból lehet lopni. Tehát ott voltak a szocialista kormányoknak az autópályaépítés, amit nagyon szépen magához vett a jelenlegi kormány is. Tehát építkezésekből annyi mindent lehetne, de ilyen jellegű szolgáltatás, meg élelmiszerbeszerzésekből, tehát hogy így, hogyha adhatnánk 40 ezer embernek, akkor miért 20 ezernek adunk? Hát meg ugye az van, ha jól veszem ki a szavaidból, hogy felbukkannak mindig különböző megrendeléseknél, hogy viszont magában az ellátásban nem involválódnak úgy, mint mondjuk a bike mafia, vagy a heti betevő, vagy bármi más, tehát hogy, hogy ez egy ilyen a nagyon passzív szerep, van egy megrendelésem, összeállítom a csomagot, miközben lehet, hogy az a hatékonyabb állami működés, hogy nem én akarom ezt feltétlenül megszervezni, kiírni a pályázatot, meghatározni, hogy mibe kell, hogy milyen tartalma legyen minden egyes csomagnak, hanem hát milyen outsourcing-szerűen kiszervezett állami feladatként, ha már amúgy is ott vannak vállalkozások, non-profit szervezetek és a többiket, őket erősítem meg, és mondjuk nekik adok normatív módon pénzt, vagy akár eseti alapon. De most belegondolunk, hogy megjelennék a piacon ma 10 milliárd forintnyi forrással, amire azt mondom, hogy élelmiszerre elkölthetem akkor vajon én mondom-e meg a piac szereplőinek, hogy mennyi az ár, vagy fordítva? Tehát úgy gondolom, hogy főleg 2017-ben egy ekkora volumennel, hogyha én ott megjelenek, akkor az egy nagyon komoly alkupozíció. Nem a, ne, és nem négy, meg hat, meg nyolcszoros árokon rakok bele termékeket egy csomagba. Tehát nincs olyan a világon. Tehát egy sima, egyszerű nagy kereskedelmi áruházba bemegyek, és ha veszek valamit... Én érzem, 30, hogy, értem, hogy, indulatos vagy, csak a hallgatók ebből azt fogják hallani, hogy valami kopog pedig a, az, az, az asztalon vagy te. Nem, ez egyszerűen annyi, hogy tényleg érthetetlen. Tehát lehetne építeni fölösleges pavilonokat, amiket utána hazahozunk és fölépítünk karcagon, az is 10 milliárd. Kutya nem kérdezi meg, hogy mi lett vele. De hogy, hogy ilyen dolgokban, ami, ami tényleg kézzel fogható és olyan emberekhez kéne, hogy eljusson, akik rászorultak, hogy ebből is, ebből is, és így dokumentáltan kvázi szétlopni az egészet, ez, ez teljesen felfoghatatlan. Nem az egészet, csak a jól számom az UHT, a 2.8-as UHT alapján, csak a három egyedét. Térjünk egy kicsit akkor erre vissza, hogy... hogy... Picit olyan érzésem, van, hogy kaptak egy kis pénzt, és akkor minden áron el kell költeni. Tehát lehetőleg ne tartson sokáig, mert akkor esetleg valaki ránéz. És akkor beárazzuk olyan irreális árakra, hogy akkor ez minél hamarabb fusson ki. Most mondtad a beszélgetésünk elején, hogy a múlt évben ment fel 100 millió körülire a, 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 a de ezek szerint maga az egész szféra, tehát nem csak ti, hanem olyan ok, mint amik ti vagytok, azért mondjuk 10 milliárd forinttal tudnátok mit kezdeni. Először megijednék, az biztos. De 100 száz költség költségben. Az, hát igen, gyakorlatilag a következő 150 éve meg lenne a bike mafiának. Szóval, hogy nyilván, ha ezen a szinten maradunk, és mondjuk tudatosan nem akarunk jobban megnőni. Egyébként tényleg ez a 100 millió, ez egy óriási összegnek tűnik nekünk, borzasztóan sok, ez tényleg azért volt, mert a rengeteg-rengeteg menekült, tehát a tek miatt, ugye bejött pénz, és mi azt költöttük, de azért el kell mondanom, hogy ebben benne van például az is, hogy 22,5 millió forintot adtunk oda más civil szervezeteknek, akik szintén dolgoztak a menekültekkel. Tehát akik kevesebb forrással rendelkeztek, ö, nem voltak annyira szem előtt sem a social médiában, sem pedig a médiában, azoknak mi adtunk pénzt direkt azért, hogy tehát közösen tudjuk hatékonyan elkölteni. És egy kicsit ezt gondolom egyébként az ilyen, az ilyen típusú ételosztásnál is, hogy akkor, tehát volt, volt erre annó annak idején, nyilván emlékeztek rá a népkonyhák, amik, amik szépen lassan bezárogattak az Érószáz szerte, és még mindig vannak, de hogy paralel, vagy, vagy, szimultán igazából indítani egy ilyet, ami, 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 ezzel a csomagokkal foglalkozik, igazából szerintem ez egy error. Tehát ott, ott, valamit valahogy úgy kellett volna talán megoldani, és csak egy ilyen vélelmezés, nem vagyok szakember jelzem, csak egy gondolat, tehát egy józan paraszti, hogy őket kellett volna ott megbízni, és azt mondani, mert ez egy krízis gyakorlatilag, egy, egy, egy krízis etetés a, tudom, hogy nagyon csúnyán fogalmazom meg, de hogy, de hogy láttam a csomagok tartalmát, ez, ez, meddig elegendő vajon? Egy darabig, tényleg csak egy kis darabig. A napi egyszerű melegétel lenne igazából a mondjuk a normális ebből a szempontból, mert az biztos. És azt, én azt gondolom, talán azért nem, mondom, nem vagyok hozzáértő, de hogy ennyi pénzből talán az is kijön. És a másik az, hogy őket is bevonni valamilyen formában. Azok az emberek, akik, akik kapnak, és nem akikről az előbb beszéltél, akik már mozgásukban annyira korlát, ottak, hogy, hogy gyakorlatilag nem tudnak munkát végezni. Valamilyen közös, közös dolgot velük csinálni, de nem, nem csak úgy kirakni, hogy tessék itt van, itt van Jó, csak. én visszatérek itt a fejlővésemre, és ezt neked is mondom, Csaba, hogy a az részben szerintem az unió felelőssége is, és az állam mennyire terjed ki, és mit akar mindent behapolni, mert hogyha van mondjuk elküldhető 10 milliárd forintot ezen a területen, akkor azt is mérlegelheted, hogy ezt úgy akarod elkölteni, egy egyszeri, még ha a legszigorúbban, leg legméltányosabban, legjobban összeállítva a csomagokat túlárazás nélkül is, hogy ez egy egyszeri valami lesz, avagy, avagy ez kezdeményezője, ösztökélője valaminek, mondjuk ennek hatására jelennek meg még olyan kezdeményezések, mint mondjuk a bike mafia nekem ugye ez a, a fejlővésem ebben. És akkor megkérdezem még dologatán tőled azt, hogy sűrűn bologattál, amikor a heti tevő, betevő került szóba, hogy te hoztad szóba az élelmiszerbankot, hogy te konkurenciaként tekintesz, amikor valaki más megjelenik ezen a területen, vagy igazából örülsz nekem mert az azt jelenti, hogy az egész területre több pénz és több figyelem fog érkezni. Ha azt mondom, hogy mind az élelmiszerbank, mind pedig a heti betevő haverok, tehát a, minden mindennapi életben elismerjük egymás munkáját. Egyrészt, másrészt mi például csináltunk legutóbb egy fesztiválnapot, ahol meghívtunk 20 ilyen szervezetet, pontosan azért, hogy együtt legyünk, hogy erősítsük egymást. Ez a terület, ez nem, ez nem rivalizálhat alapjáraton, tehát hogy megette, meg, tényleg megette akkor a fene az egészet, hogyha mi rivalizálunk egymással. Mondjuk viszonylag a BBM azért jó pozícióban van ebből a szempontból, tehát nagy lehet a szám, de tényleg, tehát Tényleg az a fontos, hogy mi egy együttműködő jó alapot tudjunk ahhoz szolgáltatni, és ne baromságokat csináljunk egyfolytában. Van olyan civil szervezet is egyébként, aki, aki mondjuk lehet, hogy azzal az attitűddel rendelkezik, hogy ő nem akar közösködni, ő csak azt akarja, amit ő, és úgy, ahogy ő akarja. De én azt látom egyébként, hogy a zöme, az többség, hajlandó lenne erre az együttműködésre tulajdonképpen. Tehát nekünk az a fontos, hogyha nem is vagyunk szakmai szervezet, és az előző, az, amit mondtál visszacsatolva, az nagyon fontos, hogyha, hogyha ezt a 10 milliárd forintot, vagy, vagy ezeket a pénzeket tényleg úgy lenne elköltve, hogy benne vannak vonva ezek a civil szervezetek, megmondom, mi van náluk, ami más, máshol nincs, lelkesedés lelkesedés. Ez a legfontosabb, hogy akarjuk csinálni, a, tényleg akarunk segíteni. Tehát nem azért, hogy a mindennapokat átéljük, és azért valljuk meg azon a szinten, állami szinten, és nem azért, mert ilyen kormány, olyan kormány, ez teljesen lényegtelen ebből a szempontból, nem egy hálás feladat a szociális ellátás. Soha nem lesz az. Mindig egy nehézkes feladat lesz, bármennyit elnyel igazából alapvetően az egész, és nem, és nem lesz akkora látszatja x év alatt. De biztos, ez, az egy nagyon lassú folyamat. És nem azt gondolom, hogy, hogy, tehát érdemes lenne azokat Civil szervezeteket megnézni, akik tényleg ő, tudnak tenni, és, és kooperálni. Mennyiben érezted, vál, mennyiben éreztél a változást a, a, a célközönségeteknél. Említetted azt, hogy nem vagy híve ennek az olyan fajta ingyen ételosztásnak, amely semmiféle aktivitást nem, nem vár el. Attól, aki kapja. Mennyiben láttál változást hajléktalanokon, általatok folyamán, rendszeresen felkeresett emberekben? Mennyire lehet hogy mondjuk egy közösség részeiként bevonni? Uh, mert kicsit, most kicsit, bocs, kicsit, még kicsit, egy mondatot erről hadd mondjak, mert a heti betevőről látom hétről hé hétre az, hogy ott társaságok jönnek össze. Uh -huh. Tehát, hogy ott a akkor ott leülnek együtt a, a sakkasztalnál, beszélgetnek, tehát hogy itt nem csupán az történik, hogy ők Kapnak valamit, hogy nem csupán az történik, hogy, hogy egy ilyen passzív részvevő valaminek, hanem az évek során kialakult valami közösség is. Nagyon szeretnék korrigálni gyorsan, tehát, hogy szükséges az ételosztás egyébként értelemszerűen, hiszen vannak azok, akik erre csak hogy tényleg ne hogy a hallgató ne értse félre azt, hogy én, én nem, hogy én azt gondolom, hogy már pedig adni kell visszafele is. Tehát mindenképpen nem szükséges az, hogy ezek az emberek melegételhez jussanak. Uh, és most így ezzel a kor korrigálással is felejtettem, hogy mit kérdeztél, bocsánat. Hogy, uh, hogy éreztél a változást, de, hogy Aha. A, 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 a részesei lettek közösségnek, az ellátottak. A, BBM tevékenysének a természete az pont, pont ezt nehezen tudja mérni. Mi ugye kimenjünk az emberekhez az utcára, tehát mi nem a klasszikus ételosztásokat csináljuk, hogy behívunk embereket egy valamilyen közterületre, vagy valamilyen magántulajdonba, és azt mondjuk, hogy mi itt adunk. Hanem, hanem mi ugye bringába mentünk ki és megyünk ki az utcára embereknek segíteni. Tehát itt információt is kapnak, nem csak ételt értem, szóval információt, hova lehet bemenni, hogyha orvosi ellátásra van szüksége, hova mehet be, stb., tehát informálunk is mellette azt tudom mondani, hogy van olyan, aki 12 éve, tehát 11 éve, bocsánat, ami én elkezdtem, a mai napig is gyakorlatilag ugyanúgy az utcán van. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon rossz látlelete ennek az egész sztorinak. És ő, ő, valószínűleg ott is, tehát, hogy ő, ő, ő ott fog, ott előbb-utóbb egyébként meghalni valahol, vagy egy kórházban, hogyha éppen beviszi a mentő, mert ő soha már igazából, tehát ő reintegrálhatatlan ebből a szempontból. Neki nincs egy jövőképe egyáltalán. Én ezt látom. Azt, hogy egyéb változások milyenek vannak, nem látjuk. Te mi a bbm ezt így mérni, látni, sajnos nem tudjuk. Jó, mert ugye az valami ezek a fényképeken is megjelenik, mert cikkedben van, ahol a képviselő úr úr éppen osztja a e, élelmiszercsomagot, hogy mint valami valamiféle kegy, ami kegyet gyakorol, kegyként kapjuk, és ez az egészben van egy ilyen megalázó asszimetria ennek elkerülésére egyébként én hogyan törekedtek. Én ahányszor, ahányszor, és most megint csak lehetőségem van elmondani, az, amit csinálunk, az, az logikus. Az egy logikus lépés. Tehát ahhoz, hogy, ahhoz, hogy egy, egy fenntartható, elfogadóbb, vagy legalábbis egy, nem egy frusztrált társadalomban akarunk élni, ahhoz ezek a logikus lépések nem, nem az ész nélküli egyébként, hanem az, hogy, hogy adunk, és közben egyébként kommunikálunk, és segítünk, és a többi. Tehát, hogy közösen próbáljuk ezt a dolgot megoldani, közösséget ö, ö, csinálunk, és adott esetben azokat az embereket is bevonjuk, akik korábban rászorulók voltak. Ez nálunk nagyon-nagyon kicsiben tetten érhető csak. Vannak, vannak értelemszerűen olyan helyek, amik, ö, amik ezt jobban csinálják, de mondjuk a farmal kapcsolatban, amit az előbb mondtam, itt már egyébként egy sokkal nagyobb, tehát egy, egy jó egy érdemi ugrás lesz a életében. De hogy én kimondottan az ilyen közösségi programokban hiszek, és úgy, hogy azok az emberek, akik egyébként, és az előbb is beszéltünk erről, rászorulók, valamilyen formában próbáljanak ebben részt venni. Csaba, hozzáfűzni Mint hogyha állam lennének az államban. Próbálják megoldani az állam helyett a feladatokat. Ez, mondom, De igazából baj. a civileknek való ez a dolguk. Tehát várhatjuk azt mi, hogy majd Csára Tyuska helyettünk fölemeli a szavát, és megáld minket, vagy ad egy túlárazott élelmiszercsomagot, de nem, tehát igenis tenni kell. Ezt a, ezt a fajta hozzáállást egyébként az a fura, hogy vidéken nem annyira lehet tavasztalni. Tudom, hogy nem szeretjük ezt a főváros vidék szembeállítást, de azért a minél kisebb közösségekbe mozdulunk el, ott ez a fajta segítéshez erő, elég erősen kikopott. Tehát mindenki inkább a saját túléléséért küzd. Nem feltétlenül azért, mert ők ne, ne, valaha ne gondolták volna úgy, hogy segíteni szeretnének, hanem egyszerűen annyira elsodorta őket az elmúlt 10-20-30 év, hogy egyszerűen már, már nincs, nincs meg az a késztetés bennük, hogy mással szembe jót tegyenek. Ez igen, tehát a, a, Bike Mafia és maga működésétől fogva nagyváros specifikus, tök egyértelmű. Tehát, hogy egész egyszerűen ezt mi kisebb helyen nem tudjuk megcsinálni, főleg ezzel a név, hogy maffia. de én a, a, tehát a vidéknél én a, nem az van, hogy ott ott teljesen természetes kisebb helyeken például az, hogy segítünk. Ott van a Rózsi néni, aki egyébként nem jól megy a sorra, akkor a szomszédát, mert kicsit kalákába gondolkodnak a vidéki emberek. És nem a, nem a közepes nagyvárosokra gondolok, ilyen Debrecen, Szeged, stb., hanem mondjuk az 500 és 2000 lakos, tehát a lakosság 500 és 2000 között van, hogy ott, ott azért sokkal jobban figyelnek egymásra az emberek. Nem tudom, mert szerintem mert, ezek legendák. Ezek már legendák. Ezek már legendák. Akkor én még tehát a múltban kompíten, élek, vagy nem kompíten, tudom, nem, hogy... Nem, nem tudják, hogy mi történik a kertszont. Így, így van. Tehát annyira bezárkóztak az emberek, hogy... Hát, egyes vidékeken, tehát valószínűleg ez itt nem, is... Tehát itt ez is egy olyan fajta bezárkózás, hogy, hogy tényleg egyszerűen nem, nem képesek arra kifele nyitni, hogy, hogy igenis itt még egyébként lenne teendő. Tehát egyszerűen annyira az őket ért ingerek, az őket ért elmúlt évtizedes változások annyira meggyötörték őket, hogy nem, nem képesek. Hát meg, meg eltűntek a fiatalok nagy részt a községekből, tehát ez azért mindig a közösségi létnek a, a hanyatlásával jár, nem csupán a, a szórakoztatási faktort, hanem a, a, a közösségért való bármiféle ügybuzgalmat illetően is, akár szociális, akár bármilyen más tevékenység. Ha már temékes. kis település ugye itt van, Kübekháza, akinek van egy darab hajléktalanja a településnek, aki már nem hajléktalan, mert egy konténerházat építettek föl neki. Egyébként úgy gondolom, hogy ezen a területen lehetne lépni sokkal olcsóbban, mint amit egyébként most az állam próbál. Tehát sokkal olcsóban és sokkal hatékonyabban lehetne. Hát Rád, erre mondom, ezek a kiszervezés a feladatoknak, igen, tehát a, akár a az embereknek is, mert ugye? Van hajléktalanja, tehát ilyet is ismerek. Igen, csak ugye mondja, hogy nem lehet reintegrálni, persze. Tehát, hogyha annak az embernek. Én nem ezt mondta, azt mondta, hogy vannak olyanok, akiket nem igen, lehet reintegrálni. Konkrétan rá gondolok. Tehát, hogyha egyszerűen tehát saját erőből nem fog tudni kitörni. Tehát ezt látjuk. Tehát, amikor ma a dolgozó fiatalok nem tudnak lakáshoz jutni, akkor egy, egy, egyébként, ha éveket hajléktalanként eltöltő emberrel szembe olyan elvárásokat támasztani, hogy ő akkor most kelljen föl, és menjen el dolgozni, és akkor induljon el újra a saját útján, hát ez egy irreális elképzelés. Na hát pontosan ez volt az alapgondolat egyébként, akkor, amikor, el amikor elkezdődött a Bike igazából, hogy olyan, pontosan ezek az elvárások olyan emberek fele, akik egyébként, tehát csak, csak rajtuk még egyet. Én hiszem azt egyébként, hogy, 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 hogy jó lenne olyan területen felhúzni akár, akár különböző helyeket, méltó helyeket, ahova, ahova ezek az emberek bemehetnek, és ott programokat csinálni, ott kerteket például építeni, stb. nekünk se kelljen mondjuk a város különböző pontjain, kerteket építgetnünk különböző hajítalan szállókon. El tudnám képzelni azt, hogy, hogy valamilyen külterületen Köz, valamilyen közösséget csinálni ebből az egészből. Tehát, hogy sok, sokkal jobban lehet a -e kontrollálni a dolgot, és hát kedves polgártársaink sem lennének igazából annyira kiakadva attól, hogy, hogy a város, városban hajlítal emberek élnek. Félnék egyfajta ilyen gettósodástól azért. Tehát... Biztos vagyok benne, hogy ezt, ez azért meg lehet csinálni, mint hogy, mint, hogy gettónak vagy azért, vagy Nem az meg csak hívül, tehát, hogy... tehát ennyire megint számúz, számúzzuk őket attól, hogy, hogy találkozzunk velük, tehát azért az, azok a fajta emberi interakciókra azért szükség van. Én az... Tehát nem, nem sokkal el... több, sokkal több negatív dolgot vált ki, azért én is kapom el a, a, a savat jó, folyamatosan. El, tehát azért, hogy mi miért segítünk egyébként az utcán élő embereknek, mert egyébként attól... Nem segítenek saját magukon? Most ez egy mély téma igazából, igen. De hogy, de hogy, 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 hogy ha koncentráltan lehet egyébként, és értem én azt egyébként, hogy, a, hogy, hogy kell keveredni az embereknek, de hogyha koncentráltan tudunk segíteni, és olyan környezetet tudunk alapvetően biztosítani, ahol ők fejlődni is képesek, tehát erről beszélek, ott, tehát hogy tehát nem egy rezervátumra gondolok értelemszerűen, hanem egy olyan helyre, ami, ami, ami azt a méltóságot adja vissza ezeknek az embereknek, amire vágynak. De ez szerintem szórtan is elképzelhető, van egy csomó közfeladat, ami egyébként nincs, vagy félig van ellátva. És ugye nem alkalmas rá mindenki, és attól, hogy kapsz-e meleg ételt, az nem attól függ, hogy vissza tudsz-e bármifélét adni a közösségnek, például nincsenek most már 30 éve parkőrök, meg különböző szintén Tendergyőztes cégek szállítják el a szemetet és újítják fel a nem tudom, miket pedig egy csomó olyan feladat van, amit amúgy is utcán lévő ember el tud látni, és akkor nem azt érzi, hogy ő hajléktalan, meg nincsen munkája, nem tudom mi, hanem ő a közfeladatot ellátó személy. Mondok egy beugrott egy, egy, egy emlék, körülbelül 5 évvel ezelőtt történt uh, Gellértér, az ottani hajléktalanok, akik a Gellértér környékén élnek velük beszéltem, és azt mondtam, hogy kérdeztem tőlük, akkor volt először talán, amikor a szabadságidat lezárták, és én irgalmatlan dzsúba maradt utána. És kérdeztem, hogy srácok, hogyha hozok ide nektek azért part, és teszt, azt, tamaszt, ilyen ipari ízéket, akkor kitakarítunk, és mondták, hogy minden további nélkül. Tehát abban a pillanatban éreztem, hogy ott, ott ült ötember, és azt mondta, hogy idehozott, akkor, akkor fölnyaljuk a szemetet a hidról, aztán jött az FKF, és megcsinálta. Tehát, hogy, hogy még aznap délután, vagy jó, jó, jó nagy botrány volt, de abban a pillanatban azt mondták, hogy ők hasznos akar, hasznosak akarnak lenni, és akkor ezt ők most itt megcsinálják. Alapvetően az ember, tehát anélkül, hogy. Ne, tehát, hogyha az embernek nincsen célja, akkor haszontalannak érzi magát. Tehát olyan ember, aki nem tud célokat megfogalmazni magának, az egyszerűen elveszik. És például, ha van 10 milliárd forintom, akkor abból rengeteg, célt lehet kitűzni, ami maradandó lesz, és amikor elpárolog a pénz, abban az esetben is tud hozzá, vagy segítséggel tud hozzá forrást találni. Ezt próbáltam mondani itt a másfajta állami modell, modell, kapcsán. Én nekem nincsen hiányérzetem. Segesvári Csabával és Havasi Zoltánnal beszélgettünk. Ellátásról, rászorultakról, élelmiszerekről, ez volt az Átlátszó Podcastje, Szabó Krisztián volt, a technikai munkatársak pedig András voltam.